vannak a gépek, vákummal ugye kiszippantják a tejet a tőgyből. A Tanggazdaság tejfeldolgozó üzemével és az állattartó teleppel is testközelből ismerkedtettek meg az agrárszakképzések napján résztvevő diákok. Emellett a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium vágóhídját és a kertészetét is megtekintették. Az általános iskolások a szakgimnázium korszerű munkagépeibe is beülhettek a pályaorientációs nap során. A gyerekek között voltak, akik azt mondták, hogy a rokonai közül többen is a mezőgazdaság valamelyik ágazatában dolgoznak, ezért szeretnék a családi hagyományt tovább vinni. Nekem a mezőgazdászban, hogy apukám is szereti a munkát, meg minden, és szoktam neki segíteni, és úgy. De nem csak az agrárképzés gyakorlati részeiben nyert betekintést a programon résztvevő több száz diák. Az agráriumban termelő vállalkozások szakemberei ugyanis előadásokat is tartottak nekik arról, hogy milyen korszerű technológiák várják például a robotizált fejőcsarnokokban dolgozó állattenyésztőket, vagy a távvezérléssel működő, sofőr nélküli kombájnokat irányító növénytermesztőket. Próbál az iskola is ezekkel a fejlődésekkel lépést tartani, éppen ezért külső gyakorló helyeket nagyon sokszor látogatunk, hogy a diákok a legkorszerűbb, legújabb technológiával, drónokkal ismerkedjenek meg, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy iskolán gépjármű parkja 2016-ban több mint 70 millió forintból tudott fejlődni. A Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskolába járó diákok egyébként nem csak a legkorszerűbb technológiákat használva tanulhatnak, hanem a tanulói szerződésükön keresztül akár havi 26 000 forintot is kereshetnek az iskolai éveik alatt.